Most kapcsolunk Brüsszelbe, ahonnan Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter sajtótájékoztatóját közvetítjük a NATO tagországok külügyminisztereinek tanácskozásáról. Jó napot kívánok! Tisztelettel köszöntök mindenkit! Tisztelettel köszöntjük mindazokat, akik élőben követnek most minket figyelemmel az M1-en, a Hír TV-n, vagy éppen a Facebookon. Ezúttal is Brüsszelből jelentkezünk, de ahogy a háttérből látszik, ez most nem az Európai Unió, hanem a NATO. Annak is a relatíve új központja, ahol a NATO külügyminiszteri tanácsának ülése zajlik. Az első munkaülésünk zárult le az imént. Érdekes, hogy a 31 tagországból 15-ből új miniszter vett részt az ülésen, majdnem a fele a csapatnak kicserélődött, és az első munkaülésünkön alapvetően a jövő évi washingtoni csúcs találkozóra történő felkészülés adta a napirend gerincét, amikor is a NATO 75. évfordulóját fogja ünnepelni. Ukrajna és a déli kihívások szerepeltek alapvetően a napirenden. Ugye Magyarország egy olyan speciális földrajzi helyzetben van, hogy mind a két földrajzi irányból, keletről és délről is rendkívüli biztonsági kihívások érnek minket, hiszen keleten a háborúban álló Ukrajna a szomszédunk, délről pedig az Európai Unióba irányuló legforgalmasabb migrációs útvonal érkezik hozzánk. Ennek megfelelően mind a keletről, mind a délről érkező kihívások nem csak a NATO-t egészében, hanem Magyarországot is érintik, súlyosan érintik. Több Ukrajnával kapcsolatban több kollega is arról beszélt, hogy sőt, szinte mindegyik, hogy ki kell tartanunk Ukrajna támogatása mellett, ameddig kell, nagyjából ez az angol kifejezés, ami a legtöbbször elhangzik. Sőt, voltak, akik az Ukrajnának nyújtandó támogatás erősítéséről beszéltek, volt, akik a NATO szerepének növelését is szükségesnek gondolták Ukrajna támogatása tekintetében. Én annak a magyar álláspontnak adtam hangot, hogy mi még mindig érvényesnek tartjuk, és reméljük, hogy érvényes is. Az a döntés, amelyet ugyanebben a központban, a székházban hoztunk meg több mint egy esztendővel ezelőtt, amely úgy szól, hogy mindent meg kell tenni annak érdekében, hogy a NATO ne legyen részes fele ennek a konfliktusnak, és mindent meg kell tenni annak érdekében, hogy elkerüljük a közvetlen konfrontációt a NATO és Oroszország között. És reményemet fejeztem ki, hogy ez a közös döntés továbbra is érvényben van, tekintettel arra, hogy ezzel ellentétes döntésre vonatkozó előterjesztés mindeddig nem került az asztalra, és ami jó hír, hogy a mai napon sem kezdeményezte senki ennek a körülbelül másfél évvel ezelőtti döntésünknek a módosítását, vagy az újra gondolását, és én világossá tettem, hogy Magyarország ragaszkodik ezen döntés fenntartásához, tehát, hogy minden erőfeszítést meg kell tenni annak érdekében, hogy a NATO ne legyen részese a szomszédunkban zajló háborúnak, és hogy kerüljük el a közvetlen NATO-Oroszország konfrontációt. Ugyanakkor az is világosan látszik, hogy a NATO tagországok vezetői között továbbra is háborús hangulat van. A béke szó az gyakorlatilag nem hangzott el a mai tanácsülésen, rajtam kívül talán egy kollega felszólásában csak, holott az elmúlt időszak eseményei világosan mutatják, és ezt most már mindenkinek illene belátnia, hogy a csatatéren nincsen megoldása ennek a háborúnak. A csatatéren csak halottak vannak és pusztítás, minden egyes nappal több halott és nagyobb pusztítás, éppen ezért minden egyes nappal rosszabb
a béke létrehozásának esélye. Ugyanakkor azt a dilemmát a török kollégámmal közösen vetettük föl, ketten, hogy tekintetbe véve az elmúlt másfél esztendő világos fejleményeit, és tekintetbe véve azt, hogy reális a veszélye annak, hogy ez egy hosszan zajló háború lesz, nem kellene esetleg átgondolni, hogy a jövőben ugyanazt akarja-e csinálni a NATO és a szövetségesek, mint eddig, vagy látva a fejleményeket érdemes lenne módosítani. Ugyanis eddig mi történt? A szövetségesek döntő többsége pénzügyi, katonai és információs segítséget nyújtott Ukrajnának nagy mennyiségben. Valaki mindet, van, aki ebből egyet, vagy éppen kettőt. Ugyanakkor azt látjuk, hogy az a terv, amelynek alapján erre a pénzügyi, katonai, hírszerzési segítségre folyamatosan sor került, az kudarcot vallott. Mert a terv úgy szólt, hogy Ukrajna katonai győzelmet fog aratni, Oroszország katonai vereséget fog szenvedni, amelynek politikai következményei lesznek Oroszországban. Szerintem ma már mindenki látja, maximum nem vallja be, hogy ez a terv megbukott. Mert az ukrán ellenoffenzívához társított célkitűzések, vágyak, azok semmissé lettek, hiszen az ukrán offenzíva megindítása óta a csatatéren a nagy változás nem történt. Áttörés semmiképpen sem. Ezt itt egyébként többen is elismerték, halkan, félve, de elismerték. Éppen ezért én azt gondolom, hogy fel kell vetni annak a kérdését, hogyha az eddigi stratégia nem működött, már pedig jól láthatóan nem működik, akkor nem kellene egy B-terv. Nem kellene átgondolni, hogy helyes-e ugyanazt csinálni, mint az elmúlt másfél évben, vagy valami egészen más vágányra átállni. Mondjuk a diplomáciai megoldásokat sokkal inkább előnyben részesíteni, és a béke törekvésekre helyezni a hangsúlyt. De még egyszer mondom, erről ketten beszéltünk a török külügyminiszter kollégával. A többi külügyminiszter kollega erre készséget, nyitottságot nem mutatott. Gyakorlatilag ugyanaz a háborús hangulat van ma is, mint az elmúlt másfél évben. A tények senkit sem zavarnak meg ebben a háborús hangulatban, én úgy látom, és senki nem akarja az elmúlt másfél év sikertelensége ellenére sem újra gondolni az eddigi stratégiát. Mi továbbra is azt gondoljuk, hogy a kommunikációs csatornákat nyitva kell tartani, Oroszországgal és Belarusszal, mert ha ez nem történik meg, akkor gyakorlatilag az a békereményének feladását jelenti, és meg kell sokszorozni az erőfeszítéseket a béke megteremtése érdekében. Abban azonban azt gondolom, hogy legalább egyetértés van, vagy mondhatnám úgy is, hogy nem bomlott meg az egyetértés, abban a tekintetben, hogy Ukrajna felvétele a NATO-ba jelenleg nem lehetséges. Az a formula, hogy is mondjam, terjedt el, az a konszenzusos formula, hogy majd akkor lesz erre lehetőség, hogyha a feltételek adottak lesznek, és a szövetségesek egyetértenek. Na most ez egy két elég kemény feltétel, tehát abban ma nincsen elmozdulás, nem bomlott meg az egyetértés, hogy Ukrajna felvétele a jelen körülmények között elképzelhetetlen a NATO-ba. Mi ezt mi úgy gondoljuk, hogy az helyes, hogy ez a közmegegyezés továbbra is érvényes, mert a NATO jelenlegi NATO-ba történő ukrán integráció a jelenlegi helyzetben az gyakorlatilag a harmadik világháború kirobbantását jelenteni. Néhány szóban szeretnék beszélni a déli kihívásokról is. Ugye délről egyre növekedő migrációs hullámmal szembesülünk, és a migráció és a terrorizmus egyfajta ördögi kört alkotnak. A terrorizmus a migráció egyik kiváltó oka, és aztán a migráció egyik következménye a terror fenyegetettség szintjének növekedése. Ezért mi azt gondoljuk, hogy a NATO-nak továbbra is nem csak keletre, hanem délre is fókuszálnia kell, a déli kihívásokat is kezelnie kell a NATO-nak, a
migráció egyik kiváltó okát, a terrorizmust igenis kezelni kell, a terrorizmussal szemben fel kell lépni, és támogatni kell azon országok stabilitásának fenntartását, amelyek képesek arra, hogy szembeszálljanak a terrorizmussal, szembeszálljanak a destabilizációval. Ugye ennek keretében döntöttünk úgy, hogy a Száhel-övezet stabilitásának elősegítése érdekében Csádba katonákat küldünk, Jordánia, Tunézia, Mauritánia és Irak számára pedig a stabilitás fenntartásához szükséges képességek építése érdekében pénzügyi támogatást biztosítunk összességében mintegy $500,000 nagyságrendben. Elhangzott az is, hogy még David Cameron volt a miniszterelnök Nagy-Britániának, aki most itt van közöttünk külügyminiszterként. Így, most már több volt miniszterelnök is van itt közöttünk, hiszen rajta kívül Luxemburg, Dánia és Lettország külügyminisztere is korábban miniszterelnök volt. Tehát még ő volt a miniszterelnök akkor, amikor 2014-ben Walesben a NATO csúcs találkozóján, tehát most már 9 éve megtörtént az az elköteleződés, hogy a szövetségesek a védelmi kiadásaikat a GDP 2%-ára növelik, akkor 3 ilyen ország volt, ma már kicsit többen vagyunk, és azért mondhatom több eszem első személyben, mert az idei esztendőben Magyarország is teljesíti ezt a célkitűzést, 1 évvel azelőtt, hogy a vállalás időpontja beállt volna. Ráadásul, mivel 2019 óta teljesítjük azt a vállalásunkat, hogy 20%-át a védelmi kiadásoknak fejlesztésekre költjük. 11 olyan ország van ma a NATO-ban, a 31-ből, 11 olyan ország van, amely mind a 2%-os GDP arányos védelmi kiadási feltételt és a 20%-os fejlesztési feltételt is teljesíti. Tehát amikor az a kérdés merül fel, hogy ki milyen szövetséges, ki mennyire megbízható, ki mennyire lojális a NATO-hoz, akkor azt gondolom, hogy a NATO felé tett vállalások teljesítését kell ilyenkor leginkább nézni, és mi azon 11 ország között vagyunk, amely mindkét pénzügyi vállalásnak eleget tesz. Ráadásul ugye 750 katonánk szolgál különböző missziókban, a többségük NATO misszióban egyébként, és 860 katonánk áll készenlétben, hogyha NATO bevetésről van szó, emellett pedig robusztus védelmiipari beruházásokat hajtunk végre. Tehát azt gondolom, hogy Magyarország a kifejezetten jól teljesítő országok között van a NATO működéséhez, a NATO sikerességének fenntartásához való hozzájárulás tekintetében. Nos, itt tartunk jelenleg, az első munkaülés összefoglalása az azt hiszem, hogy így kerek. Még az este folyamán, azt mondtam, 17:30 kezdődő munkaülésen a Nyugat-Balkánnal fogunk foglalkozni, amelyekünk stratégiai fontosságú terület, holnap pedig az ukrán külügyminiszter kollega jelenlétében a NATO-Ukrajna tanács ülésére kerül sor külügyminiszteri szinten, úgyhogy még két kifejezetten izgalmas, fontos témával foglalkozó ülés áll előttünk. Köszönöm a figyelmet, kérdések vannak, szívesen válaszolok, Esztertessék parancsolni. Köszönöm szépen, elkezdeném akkor. Tegnap a főtitkár a sajtótájékoztatóján kifejezetten pozitívan értékelte az ukrán haderőnek a teljesítményét. Azt mondta, hogy nagy győzelmeket aratnak, súlyos veszteségeket okoznak Oroszországnak. A sajtó azonban ezt kétségbe vonja, és hát név nélkül nyilatkozó források is kétségbe vonták több helyen. Elhangzott-e valamiféle értékelés most ezen az első munkaülésen, hogy mi is történik a hadszíntéren, és hogy hogyan készülünk a térre, illetve hát készülnek ott a térre? És a másik, hogy érdekelne, hogy volt-e valamiféle nyomás, elvárás a többi szövetséges részéről a svéd csatlakozás ratifikálásával kapcsolatban? Köszönöm szépen. Köszönöm én is. Az asztal másik oldalán ülőknek is megadjuk a lehetőséget. Az utóbbi kérdéshez csatlakoznék, hogy ennek a nyomásnak van-e időkorlátja, illetve, hogy lát-e miniszter úr egy változást az Ukrajnával kapcsolatos hozzáállásban, például amiatt, hogy Németország nem szeretne elköteleződni a Borrell által javasolt 4 évre szóló 20 milliárdos katonai támogatás mellett, hogy a szlovák vagy a holland választásokon győztesek a kampányban azt ígérték, hogy szeretnének felhagyni Ukrajna további támogatásával. Szóval lát-e valami eltolódást Ukrajna katonai finanszírozásával kapcsolatban? Köszönöm szépen. Köszönöm.
Én csak egy apró kérdést tennék még hozzá, mert külügyminiszter úr említette itt a védelmi vállalások kapcsán, hogy csak 11 ország tesz eleget ugye ennek a 2%-os GDP kiadásnak. Hogy emellett szó esett a költségekről, hogyha Ukrajnát továbbra is támogatni kívánja a NATO, hogy ezt milyen forrásokból, hogyan próbálják teljesíteni, illetve hogy 31 országból, hogyha csak 11 tett eddig eleget a vállalásának, akkor miből kívánok erre forrást fordítani? Köszönöm. Köszönöm szépen a kérdéseiket. Nos, ami az ukrán ellenoffenzíva menetét illeti, illetve annak az értékelését, ott a következő tudom mondani, hogy annak belátása megtörtént, hogy az az elvárásoktól jócskán elmaradó eredményeket produkált. Tehát ezt ma senki nem vitatta. Leginkább, ami tetten érhető volt a kollégák hozzászólásaiban, hogy inkább senki nem foglalkozott ezzel a kérdéssel, hogy döntő többsége nem foglalkozott ezzel a kérdéssel. Ami az ellenoffenzíva sikerességét illető megszólalás volt, ott annak belátása történt meg, hogy az jócskán elmarad a várakozásoktól. Volt olyan kollega persze, aki próbálta különböző módokon magyarázni, hogy ez mégiscsak miért jelent győzelmet, ami történik, de ez egy viszonylag elszigetelt próbálkozás volt, és mások nem csatlakoztak rá erre, tehát itt a hangulat az nem az volt a zárt ajtók mögött, hogy óriási siker van, hanem az, hogy elmarad a várakozásoktól mindez, ami ott történik. Na most, ami a téli felkészülést illeti, azt többen jelezték, hogy ez lesz ugye a harmadik tél, amióta zajlik a háború, és nem szabad hagyni, hogy Ukrajna hidegben és sötétben maradjon, de ennél jobban senki nem specifikálta a vonatkozó elképzeléseit. Az, hogy milyen forrásokat fognak felhasználni a tagállamok Ukrajna támogatásához, ugye ez mindenkinek a saját döntése lesz, mert a NATO, mint szövetség, ugye nem szállít fegyvereket, nem vesz részt ugye nagy mértékben műveletekben vagy támogatásban, tehát alapvetően azért itt inkább a tagállamok saját kétoldalú saját döntései és aztán kétoldalú együttműködései jönnek szóba, tehát ezt külön kezeltük a 2%-os vállalástól. Ami a Svédország csatlakozását illeti a NATO-hoz, na, hogyha volt olyan, ami ugye 31-ben 229 felszólásban mindegyikben benne volt, akkor az, hogy különböző éllel, különböző hangsúllyal, különböző hosszúságban, különböző pikirtséggel az, hogy miért nem ülhet még Svédország az asztal körül, mint tag. Egyébként itt volt a svéd külügyminiszter, ott ült az asztal körül, fel is szólalhatott, nem is utolsóként, tehát igazából kívülről nem látszott az, hogy a svédek nem tagjai a NATO-nak, már pedig nem tagjai. Egyelőre, hiszen a török és a magyar parlamenti ratifikáció nem történt meg, már pedig egyhangú döntéssel lehet valakit, valamely országot felvenni a NATO tagok sorába. A török kollégám is, én is világossá tettem, hogy ugye mindkét esetben a kormány, az ő esetükben az elnök, előterjesztette a ratifikáció lehetőségét, ratifikáció vonatkozó előterjesztést a parlamentnek, ezre a parlamenteken múlik, hogy mikor történik meg a ratifikáció. Ugye elhangzott egy nagy ország képviselője részéről az a mondat, hogy hát mindkét országban erős kormány van, biztos többsége, tehát legyünk kedvesek mozdulni. Én jeleztem is, hogy fantasztikus, hogy ebben a kultúrkörben azt hallom, hogy az erős kormány az valami pozitív dolog, mert több mint 9 éve ülök külügyminiszterként NATO, EU és egyéb hasonló kultúrkörbe tartozó testületi találkozókon, és mindenhol azt hallottam, hogy az erős kormány az veszély, és az erős kormány az diktatúrát jelent. Ehhez képest most pozitívan említették, hogy erős kormánya van, mint Törökországnak, mint Magyarországnak, ezt megköszöntem, és jeleztem, hogy a parlamenti képviselőinkön múlik a döntés. A magyar parlament szuverén parlament, egy szuverén ország parlamentje, szuverén döntést fog hozni, semmifajta nyomást nem fogadunk el. Néhány ország méltatlankodott emiatt, de hát ez a maximum, amit tehetnek. Na most, ami Szlovákiát és Hollandiát illeti, azért jól láthatóan, hogy is mondjam, néhányaknak okoz ilyen kényelmetlen érzést, hogy
egy adott ország választópolgárai olyan szuverén döntést hoznak, ami nem a liberális mainstream-mel vág egybe. Jól érezhető volt egy-két felszólalásból az aggodalom, hogy most akkor mi lesz, hogyha már itt a szlovákok és a hollandok is olyan kormányt választottak, ami hát nem a brüsszeli közízlésnek felel meg. A helyzet az, hogy mindenkinek tiszteletben kell tartania mind a szlovák, mind a holland választás eredményét, a szlovákok és a hollandok akaratát, és itt volt, aki attól félt, hogy most akkor hogy lesz itt egység, meg hogy nem lesz, hát majd úgy lesz egység, hogy konszenzusra fogunk jutni, hiszen az egységnek éppen az a lényege, hogy mindenkinek az álláspontját figyelembe kell venni és tiszteletben kell tartani, az nem egység és nem konszenzus, hogyha megpróbálnak belekényszeríteni egyeseket egy olyan megállapodásba, amibe egyébként szuverén módon nem kívánnának belemenni. Hát így állunk összességében jelenleg. És akkor még szeretnék egy információt adni önöknek, ha megengedik még, ami abszolút nem tartozik szorosan, sőt, egyáltalán semmilyen módon a mai NATO tanácskozáshoz. Tegnapi napon, amikor találkoztunk a külügyi tanácsülése után, akkor jeleztem önöknek, hogy a katari kormány segítségével ugye három magyar túsz, akik benne voltak abban a két kategóriában, amely az elengedendő túszok kategóriája volt, ugye mind kiszabadult, és jeleztem önöknek, hogy két olyan férfi magyar állampolgárról, magyar állampolgársággal is rendelkező férfiről tudunk, akik vélhetően a Hamas fogságában vannak, de nem tudunk róluk semmit. Újdonságként szeretném önöknek mondani, hogy az izraeli hatóságoktól kaptunk egy értesítést, arra nézvést, hogy a két magyar állampolgársággal rendelkező férfiból az egyik életben van. A Hamas továbbra is túszként tartja fogva. Természetesen, ahogyan a gyermekek és a hölgy érdekében megtettünk mindent, az ő szabadon bocsátás érdekében megtettünk mindent, úgy megteszünk mindent annak érdekében, hogy a két magyar állampolgársággal rendelkező férfit is sikerüljön kiszabadítani a fogságukból. Tehát jó hír, persze minden relatív, de a jelenlegi körülmények között jó hír, hogy a két magyar állampolgársággal rendelkező férfiból az egyikről tudjuk, hogy él. Sajnos túszként tartja őt fogva a Hamas, de mindent megteszünk annak érdekében, hogy amennyiben lehetőség lesz már arra is, hogy a férfiak kiengedéséről beszéljünk, akkor ő is ott legyen azok között, akiket majd elengednek. Reméljük, hogy a jó Isten megsegít minket, és akkor ez majd így meg fog tudni történni. Ezt még szerettem majd a végén mindenképpen elmondani, tekintettel, hogy menet közben jött az információ. Most köszönöm szépen önöknek a figyelmet, köszönjük az M1, a Hír TV nézőinek, a Facebookon minket figyelemmel követőknek, és akkor azt remélem, hogy a holnapi nap folyamán ismételten találkozunk. Viszontlátásra. Köszönöm én is. Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter tájékoztatóját látták Brüsszelből, ahol a NATO tagországok külügyminiszterei tanácskoztak. További részletek későbbi híradóinkban.